Vasárnap délután a lovaskocsikon érkeztek az új, megáldott harangok a Győri Városháza elé. Borkai Zsolt a város polgármestere karácsonyi csodának nevezte a harangok megérkezését. A fogadás után pedig katonai menet, fúvószenekar és több száz fős tömeg kíséretével az új harangok elindultak a Széchenyi tér irányába. Mindig is a győriekre jellemző volt, hogyha egy jó ügyet kigondoltunk, akkor képes voltak a győriek összefogni, legyen az vállalkozó, egyéni személy, az önkormányzat, és most is így teljesült ez a nagy álmunk, ez a gondolat, és el kell mondjam, hogy fantasztikus dolog, hogy valóban a 100 évvel ezelőtt eltűnt harangokat újra tudtuk öntetni, és ezek kikerültek aztán Rómába, a pápa megáldotta, és advent utolsó vasárnapján pedig felszentelik. Ez egy történelem valahol. A legnagyobb harang 1900 kg súlyú, de még a legkisebb is 100 kilót nyom. Az egyedüli megmaradt Szent Ignác harang mellé majd advent 4. vasárnapján fog csatlakozni a most ide szállított 6 új harang. Addig a Széchenyi téren bárki megnézheti az Innsbruckban készített remek műveket. Hát szinte tényleg álom azért, egy álomnak a beteljesülése ez, hogy 375 éves volt idén a templomunk, és sokféle programot szerveztünk erre az emlékévre, és így aztán nagyon sok embert megszólítottunk. És a sokféle beszélgetés közben jött elő ez, hogy mi lenne, hogyha ezeket a harangokat, mivel pont ilyen kettős jubileum van, hogy 375 éves a templom, 100 éve vitték el az elődjeiket, mi lenne, hogyha összehoznánk azt, hogy visszajöhetnek ide ezek a harangok, és hát rekordidő alatt, azért 4 hónap alatt sikerült összehozni ezt a projektet. A Győri Bencés templom ezzel csatlakozik Magyarország legtöbb haranggal rendelkező templomaihoz, a Mátyás templomhoz és a Kalocsai Főszékes Egyházhoz. Az új harangok december 24-én a karácsonyi Szentmisén fognak megkondulni először.